200 évvel ezelőtt a Városligetet közadakozásból a közjavára hozták létre. Ez volt a világ első tervezett közparkja. Nekünk kötelességünk ezt megőrizni az utókor számára. 8 évvel ezelőtt álltunk itt Horváth Csabával ezen a helyen. Akkor annak az volt az oka, hogy azt megelőzően néhány nappal Zugló akkori polgármestere, Papcsák Ferenc, benyújtott egy törvényjavaslatot, melynek értelmében a Városligetet 99 évre ingyenes vagyonkezelésbe adták egy akkor még nem létező cégnek. Néhány nappal később kiderült, hogy tulajdonképpen az új múzeumi negyedet akarják itt felépíteni. 2014 tavaszán benyújtottam egy országgyűlési határozati javaslatot, amelyben szerettem volna, hogy ezt a törvényt vonják vissza, és kinyilvánítani azt, hogy a Városligetet kiemelt közparkként újítsák meg. Ezt a kormánypárti többség akkor nem támogatta. Most 8 év elteltével ismét itt állunk, mert azt látjuk, hogy a ligetből ismét ki akarnak harapni egy jelentős területet. Csökkenteni szeretnék az zöld területet, annak azzal szemben, hogy inkább növelnék. Inkább bővítenék a parkot, a zöld felületet. A zuglóiaknak, a fővárosiaknak arra van szüksége, hogy a ligetet kiemelt közparkként újítsák meg, hogy a szabadidő eltöltésére, a sétára, kikapcsolódásra egy rendezett, tiszta, biztonságos, zöld környezet álljon rendelkezésükre. Zugló nem kér több épületet a Városligetbe. Több mint egy évvel ezelőtt egyértelművé tették a főváros lakói és a zuglóiak, hogy ide több épület nem épülhet. Akkor megkötöttük azt a kompromisszumot, hogy befejezhetik a megkezdett beruházásokat, de új épület már nem lehet ide. Nem épülhet meg a Városligeti Színház, nem épülhet meg az Új Nemzeti Galéria, és nem épülhet meg az Innováció háza sem. Azért nem, mert a Városliget egy zöld közpark, és annak is kell maradnia. Azt gondoltuk másfél évvel ezelőtt, hogy Orbán Viktor és a fideszes kormány megértette, hogy a nem az nemet jelent. De mivel ez a tábla azóta kikerült, és hirdeti döjfösen, hogy már pedig itt egy új épület fog épülni, ezért tettük a mai akciónkat és a matrica ragasztást annak érdekében, hogy legyen egyértelmű, hogy a nem az nemet jelent. Ide nem épülhet épület, ellenben a zöld közpark az bővülhet, sőt bővülnie kell. Éppen ezért a zuglóiak és a fővárosiak egyértelmű akaratát szerettük volna itt Tóth Csaba országgyűlési képviselővel megerősíteni, hogy Zugló és Budapest legnagyobb büszkesége a Városliget, az lesz, ami az elmúlt több mint 200 évben egy zöld ligetes közpark. Új épület ide már nem létesülhet. Tehát még egyszer, a nem az nemet jelent, a Városliget a zuglóiak és a budapestiek akaratával egyezően liget kell, hogy maradjon, és felszólítjuk a kormányt, hogy ezeket a provokatív lépéseket, mint egy ilyen a hátul mögött lévő plakát kihelyezése, ezeket haladéktalanul fejezzék be.